túros tejfölös csirkemellfilé hozzávalói. Hazmondok a csirkemellfilé, két evőkanálnyi étolaj, fél evőkanálnyi füstölt paprika, só, petrezselye finomra vágva, bors, 4 dl tejföl, 12 dl túró, 2 evőkanálnyi keményítő, 5 dl póréhagyma, 2 darab tojás sárgája, 12 dl trapista sajt. A 4 dl tejfölt önts bele egy lábosba, kavard ki simára, és lassú tűzön forrald föl. Ha fölforrt, add hozzá 12 dl áttört túrót is. Az egészhez add hozzá a két evőkanálnyi étkezési keményítőt, amit előzőleg vízzel kikavartál. Ízesítsd sóval, fűszerezd borssal, add hozzá a füstölt paprikát, a finomra vágott petrezselyen zöldet, közben kavard össze, hogy ne égjen oda, add hozzá a póréhagymát, a tojások sárgáját, és tedd félre. Egy vágódeszkán a csirkemellfilét nyisd szét. A szétnyitott csirke mellett ízesítsd sóval. Egy cserpenyőbe önts egy kevés olajat és hevítsd föl. A forró zsiradékon a csirkemellfilé mindkét oldalát süst fehéredésig. Az elősütött csirkemellfiléket tedd egy tepsibe. Az elősütött csirkemellfilékre halmozd rá a fűszeres tejfölös túrót. Majd reszeld rá a trapista sajtot. Száz-75 fokos sütőben 20 percig süsd. Húsz perc sütés és néhány perc pihentetés után nincs más hátra, mint hogy tálald az ételt a kedvedre való körettel. Én most rizibizivel és tojáslepénnyel tálaltam. Legyen ízes a napotok, sziasztok!